Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Monika vagyok. Szeptember 1-e van Egon névnapja. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Becsöngettek. Szerbia szerte elkezdődött a 2022-23-as tanév. Lebontják azokat a lakatlan házakat Majdányon, amelyeket tönkretettek a migránsok. Örök nyugalomra helyezik Szlávko Vecserin szabadkai megyés püspököt. A városnapját ünnepli Szabadka, 1779-ben ezen a napon nyert el a település a szabadkirályi városi rangot. Stílusosan köszöntött be a szeptember, a Vajdaság egyes pontjain 40 liter eső esett négyzetméterenként. Elkezdődött az új tanév, a bácsfeketehegyi Nikola Gyurkovics általános iskola diákjait és tanárait pedig megújult környezet fogadta, ugyanis 11 tanterem kapott új padlózatot. A felújítást a tartomány és önkormányzati forrásokból valósították meg. Szeptember 1-én a bácsfeketehegyi Nikola Gyurkovics általános iskolába is becsengettek. 15 magyar és 23 szerb nyelvű elsős érkezett az összesen 310 diákot számláló intézménybe, a speciális tagozat pedig két elsős diákkal bővült. Az új tanév kezdetét ünnepi műsorral nyitották meg a negyedikesek Szabó Bence műsorvezetésével, aki eddig iskolai élményeiről számolt be. Sokat tanultunk. A tornát szeretem a legjobban, a tornaórát, és sok élményem volt, vannak barátaim, és szeretek iskolába járni. A nyári szünet alatt több felújítás is történt az intézményben. Egyebek mellett a tantárgy megmeszelése, az ajtók és az ablakok festése, valamint a padok és a székek felújítása. A legfontosabb beruházás viszont a tantermek padlózatának renoválása volt. A tantermeknél a padlózatot újítottuk fel. A padlózatnak az életkora már több mint 40 év volt, tehát az iskola kezdést, az iskola megépítésétől kezdődően ez a padlózat volt. Eléggé elavult volt a karbantartás, tehát a higiéniai munkálatokat nehezen lehetett elvégezni, porolt, stb. Megöregedtek a faanyagból volt, és ezért kellett, vagy ezért pályáztunk arra, hogy felújítsuk a padlózatot. A bácsfeketehegyi iskola beruházásai megközelítőleg 3 millió dinár értékben valósultak meg tartományi és önkormányzati források segítségével. Őszintén remélem, hogy a 2022-2023-as iskolaéve mégis egy sokkal hagyományosabb iskolaév lesz, és elsősorban a diákoknak is könnyebb lesz, de őszintén a tanároknak, de természetesen a szülőknek is, és elmondhatom, hogy mi, mint oktatási titkárság a jövőben is támogatni fogjuk az iskolák munkáit, elsősorban a pályázatok révén, de akármilyen szakmai tanácsadásnál is itt vagyunk, és igyekszünk felkeresni minél több iskolát, személyesen is megismerkedni az ottani helyzetekkel, hogy a pályázatoknál ezt is figyelembe tudjuk venni. Idén kiemelt figyelmet szánt a Kisegyes község mindhárom településének iskoláira és óvodáira, hogy a gyerekek nevelése megfelelő környezetben történjen, mondta Juhász Bálint, a VMS Kishegyesi községi elnöke. Kisegyes község egy kicsi önkormányzat, sokat mondtuk ezt, de kicsi a bors és törekszik. Pályázatok útján tudjuk biztosítani a fejlesztéseket és a fejlődést. Azt gondolom, hogy kiemelten fontos az, hogy az iskolákban, óvodákban jó körülményeket biztosítsunk a gyerekeknek. Ez jó a gyerekeknek, tanároknak, családoknak, szülőknek. Jó, hogy ebben van egy fontos partnerünk, a tartományi oktatási titkárság. Nem csak idén, hanem visszamenőleg jó pár évre. Az illetékesek elmondták, a tervek között szerepel még a bácsfeketehegyi iskola további 5 tantermének padlózat felújítása és a nyílászárók cseréje is. Branko Ružić oktatási miniszter egy belgrádi általános iskolában és egy gimnáziumban köszöntötte az elsősöket és az iskolapadokba visszatérő diákokat egyaránt. Szerbia szerte a himnusszal kezdődött meg a tanév az általános és középiskolákban, valamint az óvodák iskolai felkészítő csoportjaiban is. Ružić örömének adott hangot, hogy mindenütt időben és jelenléti oktatás mellett kezdődik a tanév. A koronavírus járvány idején kialakított online oktatást hasznosnak minősített,
erősítette, és reményét fejezte ki, hogy többé nem lesz szükség erre a rendszerre. Az oktatási miniszter arról is beszélt, hogy egyes pedagógusok sztrájkkal kezdték meg a tanévet. Elmondta, rájuk a szociális rendszerben partnerként tekintenek, és a helyzet megoldására törekszenek. Emlékeztetett, hogy az oktatásban dolgozók januárban jelentős fizetésemelésre számíthatnak. Ono što je najznačajnije na današnji dan i najsvečanije, to je činjenica da je 65.000 otprilike đaka prvaka krenulo u školu. Ja želim svim učenicima, pre svega njima, da poručim da je od najranijih dana, dakle sticanje nekih novih znanja, praktično jedan temelj, jedna baza za neke buduće karijerne prilike, odabire, integrisanje i izgradnju društva u kome svi mi živimo, a naročito ti mladi naraštaji koji predstavljaju budućnost ove zemlje, i siguran sam da pored toga što ta nova učenja i nova sticanja znanja donose i određene obaveze, kao i svi mi stariji, i oni će pamtiti taj period škole kroz čitav život, taj period druženja, sticanja novih prijatelja, prijateljstava. Törökfaluban 34 magyar elsős örülhetett, a magyar kormány, a Magyar Nemzeti Tanács és a Rákóczi Szövetség által biztosított beiskolázási tanfelszerelésnek és iskolatáskának. A csomag mintegy 5000 dinár értékben tartogat a tanuláshoz nélkülözhetetlen eszközöket. Sóti Dominik Bennett már várta, hogy elkezdhesse az általános iskolát. Az Adai Csekároly általános iskola törökfalui tagintézményben lesz elsős. Azért már megtanulok olvasni, írni, és akkor a barátaimmal együtt bírok lenni. A szülők hálásak a beiskolázási csomagért. Mint mondják, érzik, hogy nincsenek magukra hagyva. Hatalmas segítség, anyagi segítség, és hát sok minden található a csomagba, aminek nagyon örülünk, ami az iskolába marad, és ezért nem kell megvásárolnunk külön. A Rákóczi Szövetség több éve támogatja nem csak a vajdasági, hanem az erdélyi, a kárpátaljai és a felvidéki diákokat is. Az iskolatáskával szeretnék megköszönni a szülőknek, hogy magyar iskolába íratták gyermekeiket, emelte ki beszédében Csáki Csongor, a szövetség elnöke. Ez egy olyan döntés, kedves szülők, amit önök meghoztak, ami lehet, hogy sokuknak természetes volt. És azt gondolom, hogy ez a helyes. De higgyék el, hogy nem mindenkinek természetes. És ugyanakkor ezzel a döntéssel nem csak egy iskolát választottak, hanem én azt gondolom, hogy a magyar jövőt is választották. A rendezvényen a helyiek mellett a tornyosi, a bogarasi, a kevi és a völgyparti elsősök örülhettek az ajándékcsomagnak. Csak az anyanyelvén tud a gyermek a legjobban érvényesülni, azon a nyelven tudja a legkönnyebben magát kifejezni, és ezen a nyelven tud a későbbiek során is érvényesülni. És azt tapasztaljuk, hogy mind a szorványban, mind pedig a tömbben, a vegyes házasságokban született gyermekeket is most már sokkal nagyobb számban íratják magyar nyelvi oktatásba, hiszen a magyar nyelvi oktatás biztosítja a gyermeknek mind a két nyelvnek az elsajátítását, hiszen az iskolai program előlátja, hogy a szerb nyelvet is tanulja. A kisiskolások gazdag ünnepi műsorral tették szebbé az eseményt. Nyolc düledező házat bontanak le Majdányon, ezzel is megakadályozva, hogy beköltözzenek a migránsok, jelentette be Pásztor István az Észak-Bánáti településen. Kiemelte, hogy a nap folyamán tartalmas beszélgetést folytatott Natasa Stanisavjevics megbízott menekültügyi és migrációs biztossal, és további intézkedések is lesznek a lakosság biztonsága érdekében. Továbbra is sok migráns tartózkodik Majdányon és Rábén. Ott jártunkkor is folyamatosan sétáltak a falu utcáin. A lakosok nem érzik magukat biztonságban. Nagyon-nagyon sok dolgokat csináltak, amitől az ember igazán fél. Ez a mondja meg őszintén. Félünk, ez az igazság. Most a VMS közbenjárásának köszönhetően 8 düledező házat bontanak le Majdányon, hogy ezzel is megelőzzék, hogy azokat a migránsok búvóhelynek használják. Elindul itt Majdányon, illetve Rábén egy akció, amihez a Török Kanizsai civil szervezet, a Török Kanizsáért civil szervezet biztosította magyarországi forrásokból a lehetőséget. Az a szándék, hogy a falukat, Majdánt is és Rábét is megtakarítsuk az elhagyatott düledező házaktól, amelyek búvóhelyként
de ugyanakkor hát az egész közeg látképét csúfító jelenségként vannak jóformán minden utcában. Most 8 háznak a bontására fog sor kerülni, az elkövetkező mintegy 10 napban, azt követően pedig reméljük, hogy ezt a folyamatot folytatni tudjuk. A helyiek elmondták, jó érzés, hogy valaki odafigyel rájuk. Nagyon sokba fog segíteni, azért mert jön a tél, azt itt le fogják bontani a migránsok saját maguk. Meg el nekik a 10-re való is, amelyik házban már bent voltak, azokat így is, úgy is azt folytassák tovább. Meg lehet nézni, itt van ezt a házat is, itt mindjárt, meg az egész utcában végig, azt mindig vitték el. Pásztor István a látogatást megelőzően Natasa Stanisavljevics megbízott menekültügyi és migrációs biztossal tárgyalt Török Kanizsán. Több fontos kérdést is megvitattak. Elmondtuk mindazt, amit azt gondolom, hogy mindannyian tudnak, de fontos ezeket minden alkalommal elmondani, nevezetesen azt, hogy ez a térség, a határmenti térség most már idestova 10 éve egy olyan embertelen nyomásnak van kitéve, aminek nem tud ellenállni. És nem tudjuk elképzelni, hogy mik lehetnek azok a prioritások, amelyek fontosabbak, mint a polgároknak az érdekei. Ezért azt várjuk, hogy a jelenséget a kezdő fázisban az ország déli határain kezelje már végre valaki, egészen pontosan úgy, hogy nem engedi meg a migránsoknak, hogy bejöjjenek. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke az elkövetkező időszakban Natasa Stanisavljevics társaságában bejárja majd a környező településeket, így a menekültügyi és migrációs biztos közelebbről is megismerheti a helyiek problémáit. A szerb fővárosban naponta érkeznek az újabb migráns csoportok, akik aztán a határmenti településekre utaznak, legtöbbjük a szerb-magyar határhoz, hogy illegálisan próbáljanak meg átszökni a határon. Fák alatt meghúzódva várják a migránsok, hogy elálljon az eső Belgrádban. Sem a kánikula, sem pedig a csapadékos időjárás nem tántorítja el őket attól, hogy megvalósítsák a kitűzött célokat, azaz, hogy elérjék az Európai Uniót. Naponta érkeznek új bevándorlók a szerb fővárosba. Az egyik Afganisztánból érkező csoport tagjai azt mondták stábunknak, fejenként 3400 eurót fizettek azért, hogy hazájukból Szerbiába juttassák őket. A pénzt egy ottani embercsempésznek fizették ki. That person is in Afghanistan. And first we give our money to him. After that they send we to Serbia. And first we come to Iran, so after that Turkey, after that Belarus, after all of them Serbian. Egy másik afgán csoport alig egy órája érkezett meg Belgrádba, amikor stábunk beszélt velük. Szintén fejenként több ezer eurót fizettek azért, hogy Szerbiába juttassák őket. We are waiting for a taxi to go to the Serbian camp. And from there, where will you go? From the Serbian camp, we will go to Hungary, maybe or Austria. And then we go to Germany. Az út már indulástól előre le van szervezve. A bevándorlók tudnak arról is, hogy a szerb-magyar határon a kerítésen kell átjutniuk, hogy folytathassák az útjukat a kiszemelt EU-s országba. When we go to the camp, we will talk to some other that he goes to Europe, and they will give the numbers, and they are the kacsakbart in the Sikitsiawe. That who's crossed the border. How much money exactly and which border are we talking about? 2,200 about the Serbia to Hungary. Ha törik, ha szakad, el kell érniük a célt. Ezt mondják a bevándorlók. Ha kell, napokig, akár az utcán is várakoznak arra, hogy állításuk szerint a családjuk pénzt küldjön nekik, amiből ki tudják fizetni az embercsempészeket. A szerb főváros tranzit központként működik, ott nem telepednek le. Amint lehetőségük van rá, folytatják az utat Zomborba, Szabadkára vagy Nagykikindára.
Ma 18 órakor helyezik örök nyugalomra Szlávko Vecserin szabadkai megyés püspököt a szabadkai székesegyházban. A néhai püspök koporsóját délben helyezték ki a székesegyházban, ahol a gyászkönyvbe részvétet is lehetett nyilvánítani. A szabadkai egyházmegye arra kéri a híveket, hogy ne hozzanak virágot a püspök temetésére, mert nincs elég hely a székesegyház kriptájában, ahová örök nyugalomra helyezik. Ma van Szabadka városnapja. Mária Terézia 1779. szeptember 1-én szabad királyi várossá nyilvánította a települést. Az ünneplés a város zászlajának felvonásával kezdődött, majd a városi képviselőtestület díszülésével folytatódott, amelyen az ünnepi beszédek után kiosztották a díszpolgári címet és a proúrbe díjakat. Az önkormányzat idén is több napos, gazdag rendezvénysorozattal ünnepli a városnapját. Zuhogó esőben vonták fel a város zászlóját a Városháza főbejáratánál, ahol az ünnepség hagyományosan a szabadkai fúvós zenekar programjával kezdődött. Ezt követően a központi ünnepség a Szabadkai Városi Képviselőtestület díszülésével folytatódott, amelyen a szerb köztársasági és tartományi politikusok mellett a környező települések képviselői, sőt külföldi vendégek is részt vettek. Steván Bakics Szabadka polgármestere ünnepi beszédében részletezte az önkormányzat elmúlt évben tett erőfeszítését és sikereit az Észak-Bácskai város lakosainak életszínvonalának javítása érdekében. Az önkormányzat többek között hozzájárult a város kommunális infrastruktúrájának fejlesztéséhez, középületeinek energiahatékonyságán is javított, két iskolát és egészségházakat újítottak fel, sőt utóbbiból új is épült. Hangsúlyozta, a Belgrád-Budapest vasútvonal megépítése Szabadka történetében a legnagyobb befektetésnek számít. Az elkövetkező időszakban tervezik többek között mintegy 110 km szennyvízhálózat és két szennyvíztisztító megépítését, a tartományi kormány segítségének köszönhetően pedig további eszközöket biztosítottak a Szabadkai Népszínház épületének befejezésére. Danas ste upravo čuli šta se sve uradilo prethodnih godinu dana. Ja sam izuzetno ponosan na ovu izvršnu vlast lokalne samouprave. Veliki su rezultati postignuti, mnogo je stvari urađeno, a i započeto je puno projekata ili se očekuje i to kapitalnih projekata poput rekonstrukcije opšte bolnice Subotica, poput rekonstrukcije izgradnje fudbalskog stadiona. Ez egy jubileumi év, hiszen 110 éves a Városháza, illetve a Palicsi Szecessziós épület együttes, emelte ki dr. Pásztor Bálint, Szabadka város képviselőtestületének elnöke. Számos szabadkai közvállalat és intézmény is fennállásának az évfordulóját ünnepli, és a zsinagóga megépítésének is a 120. évfordulója van ebben az évben. Szabadka minden lakosának boldog születésnapot kívánok, és szeretném őket meginvitálni a ma, illetve a következő napokban megrendezésre kerülő rendezvényekre, amelyekkel szeretnénk méltó módon megünnepelni a városnapját. Az ünnepi beszédek után az elismerések átadása következett. A díszpolgári címet idén dr. Somogyi Sándor professzor emeritus kapta, akinek kutatási területe munkássága során az agroökonómia volt. Jó érzés, mikor az ember rájön, hogy más is értékeli, amit megtett életében, nem csak saját maga gondolja, hogy jó az, amit csinál. Az idén hárman részesültek proúrbedélyben. Elsőként Murényi Mátyás karmester vehette át az elismerést. Nagyon szépen köszönöm a városnak, és ez mégis egy elismerés olyan, hogy a Szabadka nevét, Vajdaság nevét és Szerbia nevét nem hiába, képviseltem külföldön, sok országban, 10 országon keresztül, és ezzel az alkalommal nagyon jó érzem magam, boldog ember vagyok. Ez egy bizonyíték arra, hogy nem dolgoztam hiába.
ProUrbe díjban részesült Josip Ivanovics, a neveléstudományok doktora is, aki egyebek mellett a Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar dékánja és a Magyar Tudományos Akadémia külföldi tagja is. Az ember dolgozik, csinál dolgát, és akkor valaki felfigyel erre, ebben az esetben pásztor elnök úr, és fölterjeszti a javaslatot, és az ember kap egy ilyen elismerést. Szóval nagy nap. Nagy nap, tehát a városom elismeri az én munkásságomat, az én tevékenységemet. Köszönöm mindenkinek, aki ehhez hozzájárult. Miroslav Vojnic Hajduk, Maracsa okleveles koreográfus munkásságát is ProUrbe díjjal jutalmazták. Lágo bih vam, kad ne bi rekao da mi prija, da se osjećam ponosnim, ponosnim na pre svega sve one koji su prepoznali moj rad i dodeli mi ovo visoko priznanje. Este 9 órától a főtéren Zorica Brunclik és Mirojub Aranjelovics Kemis zenekara lép fel. Rossz idő esetén a koncertet a sportcsarnokban tartják meg. Szeptember 2-án ugyanezen a helyszínen és időpontban a 100 tagú cigány zenekar ad koncertet. 3-án pedig Stefan Milenkovics ismert hegedű művész lép fel a Szabadkai Szimfonikus Zenekar kíséretében. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó folytatásában. Újra benépesült a múzsiai Emmaus fiú kollégium. Magabiztos győzelmet aratott a TSC labdarúgó csapata a Szuperligában. Megkezdődött a Belgrád és Pristina közötti szóbeli megállapodás gyakorlati alkalmazása, amely a személyi okmányokra vonatkozik. A megegyezés szerint Belgrád beszünteti a kísérő dokumentumok kiadását azok számára, akiknek Pristina személyi igazolványt adott ki, és Közép-Szerbiába szeretnének utazni. Cserébe az albán fél nem teszi kötelezővé a koszovói személyi igazolványt azok számára, akiknek Belgrád már kiadott ilyen dokumentumot, tehát főként a tartományban élő szerbeknek. A szerb fél ezzel elhatárolódik a koszovói személyi igazolványoktól, és csupán a szabad mozgásra való tekintettel fogadja el őket. Az adminisztratív átkelőkön táblák tudatják az utazókkal, hogy ez nem Koszovó függetlenségének elismerése, és Szerbia továbbra sem tekint el az ENSZ biztonsági tanácsának 1244-es határozatától. Továbbra is heves harcot vív egymással az orosz és az ukrán hadsereg. A zaporozsjai atomerőmű közelében is zajlanak az események. Az oroszok szerint az ukránok újabb csapatokat küldtek a térségbe, az ukránok szerint pedig az orosz erők rakétákat lőttek ki Odesszára, a Krím-félsziget területéről. Eközben az uniós külügyminiszterek megállapodtak abban, hogy felfüggesztik a 2007-ben Oroszországgal kötött vízumkönnyítési megállapodást. A fegyveresek kísérletet tettek a zaporizsiai atomerőmű elfoglalására, közölte az orosz védelmi minisztérium. A közlemény szerint az ukrán fegyveres erők reggel óta lövik az oroszok által megszállt létesítményt. 4 lövedék az első erőmű blokktól 400 méterre robbant fel, az atomerőműnek otthont adó Energodár városa áram nélkül maradt, számolt be Alekszandr Volga oroszországi tisztviselő. Mindeközben Volodymyr Zelenszky ukrán elnök legutóbbi videóüzenetét az ukrán gyerekeknek címezte, akik számára különbözőképpen indult az idei tanév. Він починається для усіх по-різному. Хтось далеко від дому в інших районах України, хтось далеко від дому в інших країнах, хтось дистанційно в онлайн-форматі, хтось в рідній школі чи у своєму університеті, але ж все ж таки не успокоює. Однак важливо, що навчальний рік починається. Важливо, що навчання продовжується і що знання про Україну не переривається. Közben az uniós külügyminiszterek prágai informális ülésén megszületett a döntés, felfüggesztik a 2007-ben Oroszországgal kötött vízumkönnyítési megállapodást. Ez azt jelenti, hogy a jövőben egyedi mérlegelés alapján juthatnak beutazási engedélyhez orosz állampolgárok fokozott ellenőrzés után. A megállapodás felfüggesztése várhatóan sokkal drágábbá, nehézkesebbé és elhúzódóbbá teszi az EU-ba utazni szándékozó orosz állampolgárok számára a folyamatot, jegyezte meg Josep Borrell, az EU külpolitikai főképviselője a találkozó végén.
Until now it was partially suspended for Újra benépesült a múzsjai Emmaus fiú kollégium, amely 2002 óta biztosít lakhatást a nagybecskereki középiskolákban tanuló magyar fiataloknak. Főleg bánáti diákok választják ezt a továbbtanulási lehetőséget, de egyre több a bácskai. Idéntől pedig már egy szerémségi kollégistájuk is van. 12 új kollégista érkezett az elmúlt tanévben érettségiző 8 diák helyére, ami azt jelenti, hogy az idén többen, összesen 42-en lesznek a kollégiumban. Új helyekről is jöttek, mint mondjuk rá Titerről, Maradékról jöttek fiúk, úgyhogy szélesedik a kör, az ismerettség, meg az is, hogy a diákokról, vagyis a kollégiumról hallanak máshol is. Érdekes, hogy mind a két fiú, a Titelli meg a Maradéké, mind a ketten jól beszélnek magyarul. A fiúk kiváló körülmények között tanulhatnak, mindenki gyorsan beilleszkedik, és jók a tanulmányi eredményeik is. Nekem a tanárok, illetve a nevelő tanárok nagyon sokat segítettek a tanulásban, illetve mindenki korrekt volt velem. Szabadidőmben fotballozunk, illetve más játékokkal játszunk, lehetőség van a kollégiumban az edzésre, illetve egyéb dolgokra. A kollégium nem csak lakhatást biztosít a fiúknak, hanem keresztény közösségi életet is nyújt nekik. 19 településre érkeztek fiúk, ugye ez mindig gazdagítja a kollégiumunkat, mert mindenki hozza a saját szokásait, ugye, és ezt mind elfogadjuk, mind egy közösbe tegyük, és egy nagy családot alkotunk most ebbe az iskolaiba. A szülők is elégedettek, hiszen gyerekük magyar környezetben lakik, és anyanyelvén tanulhat. A gyerekek barátkoznak, szabadidőjükben sporttevékenységre van alkalmuk, tanulnak egy kis rendet, amit otthon idáig nem ettek meg, azt itten biztos megeszik, a főztőkben nem válogatnak. A tanulás is sokkal könnyebben megy nekik, mivel van nekik tanulószoba. A beköltözés után a kollégisták a szülőkkel, nagyszülőkkel, testvéreikkel együtt részt vettek a tanévnyitó Szentmisén a Mária Szent neve plébánia templomban, amelyet Kalapisz Tojan atya celebrált. A Kevit Tömörkény István általános iskolában is köszöntötték az elsősöket, az idősebb tanulók műsorral készültek, majd pedig a szakadó eső ellenére az új játszóteret is birtokba vették a diákok. Keviben is elkezdődött az iskola. 5 új elsőssel bővül az általános iskola kis csapata, akik 4. osztályig tanulhatnak településükön. Az elsősök nagyon izgatottak voltak, és figyelemmel kísérték az ünnepi műsort. Igen, most kezdem, és nagyon jó. És hogy érzed magad, milyen itt az első nap, mivel készültek nektek a többi iskolások? Hát egy ilyen jó kis dalokkal. Az iskola kezdéssel egy újabb jó hír is érkezett. 150 ezer dinárból újították fel az iskola játszóterét. Bálat rendeztünk, abból folyt be a legtöbb pénz. Utána a gyerekek karácsonyi műsort csináltak, karácsonyi díszeket, adventi koszorúkat. 3 kisgyerekem van, úgyhogy mind a 3 ide fognak járni. Vár csúszdával és láncos mászófallal, hinta, libikóka és körforgó is van a játszótéren. A gyerekek a rossz idő ellenére rögtön kipróbálták az új szórakozási lehetőségeket. Az elmúlt évben, az elmúlt iskola évben a szülői közösség, a Móra István Művelődés Egyesület és a két tehetségpont dolgozott azon, hogy ez a játszótér létrejöjjön. Bálat szerveztek, különböző foglalkozásokat, és a foglalkozásnak a projektjumait, a termékeiket pedig piacon árultuk, volt karácsonyi vásár, részt vettünk különböző személygyűjtési akciókban, és ennek az összegét fordítottuk a játszótérre, amelyet két szülő, a Kovács család és a Kisbicskei család személyesen maguk készítettek el. Az akció igazi összefogást eredményezett és megmozgatta a kis közösséget. Ennek fényében a jövőben is terveznek hasonló megmozdulásokat.
Stílusosan jelentős csapadékmennyiséggel köszöntött be a szeptember Vajdaságba. Többfelé heves záporok, zivatarok alakultak ki, néhol 40 liter eső esett négyzetméterenként, így jelentősen enyhült az aszály. Holnapra már mérséklődik a csapadékhajlam, de erősen felhős marad az ég, elszórtan záporokra kell számítani. A csúcshőmérséklet nem haladja meg a 25 fokot. Szombaton viszont száraz meleg időre van kilátás sok napsütéssel. Megszerezte második hazai győzelmét a TSC labdarúgó csapata a Szuperligában. A topolyai együttes a 9. fordulóban a Kragujevaci Rátnicski ellen nyert, és jelenleg az 5. helyet foglalja el a táblázaton. A kékmezes topolyaiaknak ezúttal sem volt könnyű dolguk hazai pályán, ahová az ellenfelek védekezni érkeznek, így a TSC játékosainak ismét nehéz volt behajtani a 3 pontot. A 36. percben azonban Cvetkovic nagyszerűen találta meg Vukicot az 5 és felesen belül, aki innen nem hibázott és megszerezte csapatának a várva várt vezetést. A második félidőben a Rádnicski játékosai is néhányszor veszélyeztették a hazaiak kapuját, de gólt nem szereztek. A pontot az íre Ifed Gyakovász tette fel, aki a bírói ráadás 3. percében meglépett a kragujevaciak védelmétől, majd átemelte a kapust és beállította a 2-0-ás végeredményt. Sokat kellett várni arra, hogy a nagyon jó szervezett ellenfélnek a védelmét áttörjük. Valójában jókor jött a gól, ahhoz, hogy föltörjük az ellenfelet, és a második félidőt pedig én úgy láttam, hogy kicsit jobb összpontosítással, kicsit okosabb játékkal, amikor kimentünk ellentámadásokra, hogy nagyobb arányú győzelmet is tudtunk volna aratni. A TSC-re a hétvégén nehéz mérkőzés vár, hiszen vasárnap este a címvédő Crna Zvezda otthonában lépnek pályára. Eddig tartott a híradó, érkezzenek még egyszer a nap kiemelt híreit címszavakban. Becsöngettek, Szerbia szerte elkezdődött a 2022-23-as tanév. Lebontják azokat a lakatlan házakat Majdányon, amelyeket tönkretettek a migránsok. Örök nyugalomra helyezik Szlávko Vecserin szabadkai megyés püspököt. A városnapját ünnepli Szabadka, 1779-ben ezen a napon nyert el a település a szabadkirályi városi rangot. Stílusosan köszöntött be a szeptember, a Vajdaság egyes pontjain 40 liter eső esett négyzetméterenként. Köszönjük, hogy követték hírműsorunkat, szép estét kívánunk, a viszontlátásra!